Odaadtad miértünk. Köszönöm, Uram, hogy te voltál a földbe esett gabona maga, amelyik elhaltál. Hogy mi legyünk a termés, hogy te vagy az első zsenge, mi pedig a termés vagyunk az Istennek a szántó földjéből. Uram, nagyon hálás vagyok a te beszédedért. Hogy nem hagytál homályban bennünket. Hogy nem homályos beszédekkel, hanem világos, tiszta. Igékkel táplálsz minket, hogy meg is mondtad, hogy nem csak kenyére él az ember, hanem minden beszéddel, amely az élő Istennek a szájából származik. És Uram köszönöm, hogy ez a beszéd olyan erős és hatalmas, hogy előszólítja a nem létezőket és a létezőbe. Uram, hiszünk a Te beszédedben, és köszönjük, hogy bevezetsz a te országodba, és kérlek, áld meg közöttünk az Istennek az igéjét. Kérlek, Uram, hogy adj nekem is szót, hogy a beszédem ne emberi bölcsesség, hanem a Te szellemednek és az erődnek a megmutatása legyen. Köszönöm neked, Atyám, Jézus nevében. Amen. Amen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban nagy kiváltság az, hogy oda telepedhetünk az Úrnak a lábához, és olyan igazságokat hallhatunk, amik nem Praktikus életvezetési tanácsok, bár azoknak is nagyon nagy haszna van, hanem olyan tanácsok, amik az Istentől származnak, olyan igazságok, amelyek, hogyha behatolnak a szívünkbe és hitet hoznak létre, akkor valóban az egész életünket ki tudják emelni ennek a természetes világnak a fogságából, és át tudnak vinni egy olyan szintre, egy olyan valóban természet fölötti szintre, az Isten országának a szintjére. És az az érzésem, az a beszélgettünk a testvéreimmel, presbiterekkel, hogy az Isten arra akar tanítani bennünket, hogy ő tőle, ő belőle éljünk egyre inkább. Lehetséges, hogy a világi források, a világi csatornák be fognak szűkülni. De az Isten országában nincsen infláció, nincs válság, ami forrásaink őtőle fakadnak, akkor nekünk ellátásunk az Istentől van. Szeretnék nektek ma az örökség átvételéről beszélni. Ez is egy olyan igazság, ami meglehetősen szellemi igazság, és az érzéki ember az nem tudja ezt felfogni. De a szellemi ember az, ha megérti ezeket az igazságokat, az Isten országának ezeket a törvényszerűségeit, amiről a Biblia beszél, akkor teljesen más módon tud az életében döntéseket hozni tud az életében haladni, fejlődni, növekedni. Az a tanácsom, hogy esetleg az ige helyeket, amiket mondok, érdemes fölírni egy darab papírra, hogy megjegyezzétek, és én kérlek benneteket, hogy azokat az igéket, amikről beszélünk, tanulmányozzátok. Hazamentek, akkor ne annyi legyen, hogy hát jó volt, hanem nézzétek át ezeket az igazságokat, mert ezek az igék úgy lesznek a javunkra, hogyha befogadjuk őket, hogyha az életünkben gyökeret eresztenek, felfejlődnek, ezeken gondolkodsz, és kifejlődik, és akkor jön az a gyümölcstermés, amit a magvető példázatában Jézus mond, hogy 30, 60 és 100 annyi gyümölcsöt terem az életünkben. Tehát az örökségről, és az örökség átvételéről szeretnék beszélni, és a Római Levél 8. fejezetéből szeretnék felolvasni egy jól ismert igét, a 15. verstől. Így szól az Isten igéje. Mert nem a szolgaságnak a szellemét kaptátok, hogy újból féljetek, hanem a fiúságnak a szellemét kaptátok, és a fiúság szelleme által Istent úgy tudjuk szólítani, úgy kiáltjuk Istennek, hogy abba, vagyis szerelmetes atyám. Ez a szent lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Kik az örökösök? A gyermekek, szeretném felhívni a figyelmeteket, a gyermekek. Ha te Isten gyermeke vagy, akkor a Biblia azt mondja, hogy örökös is. Örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. A Galatalevél negyedik fejezetének a hetedik versében hasonló módon ezt mondja az Isten igéje, azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is a Krisztus által. Tehát még egyszer kérdezem, hogy kik az örökösei Istennek? A fiak. Azok, akiről Péter beszélt, akik Istentől született emberek, ők az Istennek az örökösei. Először ö, szeretnék néhány alapdolgot tisztázni. Ugye ez az egész örökség dolog, amiről a Biblia nagyon sokat beszél, ebben ugye három fő alapfogalom van, van az örök, örökséget hagyó, vagy az örök hagyó, aki az örökséget hagyta, van az örökös, és van az örökség. És ahhoz, hogy ezt átlássuk, hogy hogy is történik, és utána szeretnék konkrét példákkal is beszélni arról, hogy ez a bizonyos örökséget átvevő, az örökséget átvevő procedúra, az örökségi eljárás, ez hogyan játszódik le a gyakorlatban. Tehát hogyan tudjuk átvenni ezt az örökséget. De először a fogalmakat jó lenne tisztázni. Tehát az örökséget hagyó Isten. Isten az Atya. Ő az, aki az örökséget hagyta. Ő egy egyértelmű és világos rendelkezést hozott ezzel az örökséggel kapcsolatosan, a fiaira hagyta az örökséget. Hogy ez az örökség hagyónak a, a viszonyulása mihozzánk micsoda, azt ő, elég jól szemléltette a Péter, amikor beszélt arról, hogy az Istennek valami mérhetetlenül nagy, feltétlen szeretete abban megnyilvánult, hogy ő Jézus Krisztust odaadta miértünk. Tehát egy olyan áldozatot hozott az Isten, amivel kétség nélkülivé tette azt, hogy ő ezt a dolgot, hogy ő örökséget hagy mi ránk, hogy ő szövetséget köt mi velünk, hogy ő a fiává fogad minket, és így örökösévé tesz minket, ezt, hogy úgy mondjam, halálosan komolyan gondolja. Tehát ennél jobban mint a saját fiának a vére által szerezte nekünk ezt az örökséget, ezt a szövetséget, ezt nem lehet ennél jobban, ennél komolyabban megmutatni. Így azért, ami hitünknek az alapja, az az, hogy megismertük az Istennek az irántunk való szeretetét. Az Istennek az irántad való és az irántunk való szeretetétről a Szentlélek az, aki bizonságot tesz. Amikor a Szentlélek betölt, akkor az Istennek a szeretete jelentetik ki. És erre tudunk támaszkodni. A legfőbb támaszod az, és az én legfőbb támaszom az, hogy személyesen megtapasztaltam, hogy Isten szeret engem, mert betöltött az ő tulajdon szent szellemével, kitöltötte a szeretetét a szívembe. Egy olyan szeretetet, egy olyan békességet, egy olyan életet tapasztalt meg minden egyes hívő, aki újjászületik. Ami arról szól, az az üzenete legfőképpen, hogy Isten minden mértéket felül haladóan szeret, és elkötelezett az irányunkba. Tehát ő ezt az örökséget, hogy ő az örökség hagyó oly mértékben komolyan gondolta, hogy ezért képes volt a saját fiát egy rettenetes kínhalálba, egy rettenetes áldozatba beleküldeni. És Jézus képes volt ezt az áldozatot meghozni, azért, hogy ez az örökség százszázalékosan, bizonyosan el legyen végezve. Amen. Ez azért hangsúlyozom ennyire, mert az ördög mindig ezt próbálja meg kérdőjelezni. Az örökség átvételekor egy peres eljárás folyik az ördög és közted. És ebben a peres eljárásban neked fel kell vértezve, és nekem is fel kell vértezve legyünk azzal kapcsolatosan, hogy minden kétséget kizárólag az Isten szeret. Az Isten veled van. Az Isten velünk van. Az Isten odaadta a fiát, és azt mondja a római levél 8. fejezetében a 32. vers következőt mondja. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. A saját fiának nem kedvezett hanem őt mindannyiunkért odaadta, azt mondja, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Tehát az az atya, aki Jézust odaadta, miértünk, Isten igéje ezt mondja. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Tehát az Isten részéről egy teljes és egyértelmű kinyilatkoztatás az, Hogyha Jézust odaadta, akkor ő a maga részéről mindent oda akar adni neked, sőt, azt állítom, hogy oda is adott nekünk. Mert elvégeztetett, mondta Jézus a kereszten. Tehát az örök hagyóval kapcsolatosan ennyit. Egyébként tudjátok, a testamentum az mit jelent ez a szó? Ugye ó és új testamentum. Végrendelet. Drágáim, ez a végrendelet. Ez az az okirat, amit, hogyha tanulmányozunk, ki tudjuk olvasni belőle, hogy a végrendelkező mit hagyott ránk. Ugye azt mondja Hóseás próféta, hogy elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. A tudatlanság öl. Öl. Ha neked van egy örökséged, és erről csak homályos és általános fogalmaid vannak, vagy nekem, hogy mit tartalmaz az az örökség, képtelen vagy átvenni. Ha kapsz egy örökséget, akkor alaposan tanulmányoznunk kell, hogy mi szerepel a felsorolásban. A nakkaszli, a toronyóra aranylánccal, és hogy mi mindent hagyott ránk az örökhagyó. Óriási nagy hiba, ha az ember nem tudja, hogy mi az ő öröksége. Ezen most igyekszem legalább töredékesen segíteni és eligazítani magamat is és benneteket is. Tehát ez az egész végrendelet. Na beszéljünk az örökösről. Ki az örökös? Ne azt mondjátok, hogy mi, mert mi önmagában nem vagyunk örökösök. Mint fiak vagyunk örökösök. A múltkor beszéltem arról, hogy három kapu van. Három kapu van. Jeruzsálemben a templomba is három kapun át lehetett bejutni a szentek szentjébe. Ez a három kapunak a neve, tudjátok, az első kapu neve út. Zsidók tudták, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor azt mondja, hogy rajtam keresztül lehet bejutni a szentek szentjébe. A második kapu az igazság, és a harmadik a szentek szentjébe való bejutáshoz az, az élet. Na most én ehhez hasonlatosan azt mondom, hogy három kapu van, ami az örökségben való örökség átvevéséhez vezető úton van. Lehet rajta vitatkozni, ez az én véleményem. Az első kapu, hogy Isten fiai vagyunk. Miért vagyunk Isten fiai? Azért, mert azt mondja a Biblia, az Isten igéje, hogy valakik pedig befogadják őt, hatalmat kapnak arra, hogy ők Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ha hiszel Jézus Krisztusban, az ő nevében, és újjászülettél, akkor te Isten fia vagy. Ámen? Rendkívül fontos ezeket az igazságokat. A második kapu, mi csak Krisztusban vagyunk örökösök. Csak Krisztusban lett minden áldás a miénk. És amikor újjászülettünk, akkor nagyon fontos mondja a Galata levél, hogy akik Krisztusba keresztelkedtek meg, azok Krisztust öltözték fel. Tehát ki van Krisztusban? Aki újjászületett. Víztől és szent szellemtől, és felöltözte Krisztust, és ő maga belekeresztelkedett, bele született Krisztusba. Tehát Isten fiaiként, és Krisztusban vagyunk örökösök. Azért nagyon fontos, mert én, mint Takács Ferenc nem vagyok az Istennek az örököse. De én, mint Isten fia, Krisztusban az ő örököse vagyok. És te is. Amikor a saját identitásodból a karcsi nem örököse, de a karcsi Isten fiaként, és Krisztusban igenis örököse mindannak, amit Jézus a kereszten elvégzett, és megszerzett ami számunkra. És a harmadik kapu, az Jézus nevében. Erről egy külön üzenetet szeretnék majd elmondani, de most csak annyit mondanék, hogy nem adatott más név az ég alatt, amelyben lenne nekünk megtartatásunk. Azt szeretném mondani, hogy a mennyben, a mennyei trónnál nem állnak az örökség ügyében szóba velünk, csak Isten fiaként, csak Krisztusban és csak Jézus nevében. De erre most nem szeretnék több időt fordítani, mert akkor kicsúszunk a dolgokból. Az örökségnek még van egy nagyon fontos ö, ö, tulajdonsága pontosabban az örökösnek. Az, hogy én örökös vagyok, vagy te örökös vagy, annak semmi köze a te érdemeidhez, vagy a kudarcaidhoz, a gyarlóságaidhoz, vagy a teljesítményedhez. Nem attól függ, ez jajda nagyon szeretném, hogyha ezt megértenénk. Nem a mi teljesítményünktől függ az örökség. Az örökbe hagyónak a rendelkezése miatt, és a mi Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt pozíciónkból fakadóan örökösök vagyunk. Nem tehetünk a tekintetbe róla se pozitív, se negatív értelembe. Egyszerűen azáltal, hogy Isten fiai lettünk, hogy Krisztusban vagyunk, és hogy Jézus nevében lépünk fel, mert őt képviseljük, őt hordozunk, ő benne élünk, és ő mi bennünk él, ezért vagyunk örökösök. De nem attól, a születés jogán vagyunk, az újjászületés jogán vagyunk örökösök, a hit által vagyunk örökösök. De eznek nincs köze ahhoz, hogy hogyan mosol fogat, nincs köze ahhoz, hogy hogyan viselkedsz, sem jó, se rossz értelemben. Nem azért vagyunk örökösök. Ez nem azt jelenti, hogy ne viselkedjünk jól, de nincsen ilyen értelemben köze az örökséghez, amik képességeinknek, érdemeinknek, gyarlóse, gyarlóságainknak. Na most, ebből adódóan, Most képzeljétek el, ott van az örökség. Ne aludjál most, édes fiam, mert neked beszél ez az, az Isten igéje. Át akarod venni az örökséget, hát ne aludj legalább. Én előttem ne aludj. Tudod, hogy úgy is szólok. Nem bírom ki, amikor látom, hogy bebólint valaki. Mondom, hogy itt verem magam, hát legalább ne aludj el. Hát otthon. Na. Tehát, drága szeretett testvéreim, atyám fiai. A az örökség az megvan. Igaz? Megvan az örökség, ezért az örökséghez úgy viszonyulni, hogy, mondok egy példát. Mondjuk az én gyerekeim, szabad bejára... gyerekeimnek szabad bejárásuk van, még most is pedig már sokan nem laknak otthon, de a mi fricsiderünkben. Szabad útjuk van. Út, igazság, élet, nyitva van az összes kapu. Egyszerűen azért, mert a gyerekeim. Gyerekeink. És képzeld el a helyzetet, akkor jön a gyerek, és elkezd könyörögni nekem, hogy hadd ehessen abból a Túró Rudiból, vagy Mákos Gubából, vagy mindegy, nem most ezeket a részletekben nem megyünk bele, és ott lefeküdne a küszöb előtt, és könyörögne nekem, hogy ugyan már rendelkezzek ő felőle, hozzak neki egy döntést, és ajándékozzam meg őt, adjam oda neki a túrorudit. Ha ezt csinálna a gyerekem, vagy a gyerekünk, súlyos aggodalmak, aggodalmakat élnék át, és azt gondolnám, hogy elment az esze. És hogy valamit egészen félreért velem kapcsolatosan, teljesen félreismer engem, és úgy gondolja, hogy amikor én ő az örökséget, azt igazából nem is gondoltam komolyan, és bármikor, mert én egy önkény úr vagyok, meg is változtathatom ezt a döntésemet, és mégse. Hasonlóképpen, amikor mi azért könyörgünk, Isten fiai Krisztusban, hogy Isten könyörülj rajtunk, akkor én azt mondom, hogy nem jó, mert már könyörült. Amikor mi olyasmit akarunk, rá akarjuk bírni Istent arra, hogy könyörüljön, hogy áldjon meg minket, hogy gyógyítson meg minket, hogy szabadítson meg minket. Amikor rá akarjuk az örök hagyót bírni arra, hogy legyen jó fej, és legyen szíves azt a döntést meghozni, és legyen szíves azt az örökséget már ránk hagyni, akkor mi igazából, hogyha ö, visszafogottan akarok fogalmazni, akkor azt mondjuk Istenről, hogy ő nem gondolta komolyan ezt a keresztet. Ő nem gondolta komolyan azt, hogy Jézust átokká tette, hogy mi áldottak legyünk. Ő nem gondolta igazából komolyan azt, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk. Ő nem gondolta ezeket a dolgokat komolyan, hanem lehetséges, hogy van valami más verzió, és meg kell őt továbbra is kérnünk arra, hogy ugyan már legyen szíves, hozzon már még egy döntést, hogyha egyszer már a fiát odaadta, akkor még adja már még egyszer oda nekünk azt, amit már nekünk adott. Tehát de ez még egy nagyon enyhe megfogalmazás. Hogyha egy kicsi sarkosabban akarom fogalmazni, akkor Istenről ilyenkor azt gondoljuk, és azt fejezzük ki a kérésünkkel, hogy nem megbízható. Hogy az ígéreteit nem tartja. És hogyha még sarkosabban akarom kifejezni, akkor azt gondolja, azt fogalmazzuk meg, és azt fejezzük ki ezzel, ezekkel a vallásilag, meg nagyon jogos, mert nehéz helyzetben az ember mit csináljon? Istenem, könyörülj rajtam! Istenem, könyörült! És én nem emberileg károsztatok senkit, hogy így imádkozunk, hát én is imádkozom, hogy Istenem, könyörülj! És vannak dolgok, amiknél az embernél jogos az, hogy Istenem, könyörülj rajtam! Például azért, amit a, a, az epilepsziás fiú apja mondott, hogy hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát azért könyörögni, hogy én ezt hittel át tudjam venni, amit ő már elvégzett, az teljesen reális és jó. Én nem arról beszélek, hogy ne könyörük. De Azért, hogy Isten jó legyen, hogy könyörüljön, ezért könyörögni maga a hitetlenség az én véleményem szerint. Könyöröghetek, érted? Könyöröghetünk egymásért. Könyöröghetünk rengeteg minden dologért. De amikor azért könyörgünk, amit már ő odaadott, ami már a miénk, akkor olyanok vagyunk, mint a gyerek, aki hasal a frizsider előtt, és azért könyörök, hogy kinyithassa. Otthon, a családi házban. Na és akkor hogyan? Mire vonatkozik az, hogy kérjetek és adatik? Keressetek és találtok zörgessetek és ajtó Amikor Isten felszólít bennünket, hogy kérjük. Tudod, mire vonatkozik? Nem azt kell kérni, hogy kapjuk meg végre, hanem azt mondja, hogy kérjétek el azt, ami már a tiétek. Kérjétek el, érvényesítsétek, vegyétek birtokba azt, amit én már oda ajándékoztam neked. Tudod, mit jelent az, amikor elkérek? Oda megyek, és azt mondom, hogy Péter, nálad van a az én tulajdonomat képező házem, Prucli, légy szíves, ad ide nekem. Ez az elkérés. Annak a tudatában, hogy ő már nekem adta azt. Hallom, hogy potyognak a tantuszok. amit könyörgésben kértek, mondja Jézus. Higgyétek, hogy mindazt megnyertétek, és meg lesz nektek. Jakab apostol azt mondja, de kérje hittel, semmit sem kételkedve. Kérje hittel, semmit sem kételkedve. Mert amikor aki amikor kér és kételkedik, az olyan, mint a tengernek a habja, amit ideos tova hány a hab. És azt mondja, bocsássatok meg nekem, Jakab mondja, ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kap az úrtól. A két szívű minden útjában állhatatlan ember. Amikor mi ott vagyunk az úton, és nem tudjuk, hogy Isten könyörült rajtunk, hogy örökösök vagyunk, vagy sem, Hát tudjuk, hogy örökösök vagyunk, de nem úgy viselkedünk mégsem, mint örökösök. Nem úgy gondolkodunk, nem úgy beszélünk, nem úgy élünk, mint örökösök, hanem úgy élünk, és úgy beszélünk, és úgy viselkedünk, mint akik kívül vannak a családon, akkor mi nem vesszük figyelembe és tudomásul azt, amit az Isten igéje nagyon határozottan, nagyon világosan kijelent a számunkra. És ez egy küzdelem. Én Ugyanebben a küzdelemben benne vagyunk, ugyanis az ördög. Amikor mi bemegyünk az örökségére, akkor az első dolog, amit mondta, nem is vagy fiú. Nem is vagy örökös. Nem is születtél újjá. Nincs jogosultságod. Azt se tudod, miről van szó. És ez a küzdelem Jézussal is lejátszódott. Amikor a pusztában volt, akkor mit kezdett neki az ördög? Ha Isten fia vagy, magyarul nem vagy az. Ha Isten fia vagy, akkor szólja köveknek. Most kedden mondta egy testvérnő, hogy Jézus azért tudta, hogy nem az Isten szól hozzá, mert úgy kezdte, hogy ha Isten fia vagy. Mert Jézus tudta, hogy ő az Isten fia. Amikor az igét idézte, hogy le meg hasonló, mert megvan írva, akkor is, ha Isten fia vagy, hát Isten nem mondja neki, hogy ha Isten fia vagy. Isten azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ha Isten fia vagy, neked meg kell tudnod mondani. És átváltunk egy picit arra, hogy hogy is zajlik ez a peres tárgyalás. Az ördög, amikor elkezdődik ez a peres tárgyalás, ő a rosszindulatú jogcím nélküli, aki bennünk, az agyunkban, meg ránk a körülményeken keresztül állandóan bombázza a lelkünket, az elménket, hogy nem is igaz mindaz, amit az Isten igéje mond. És Jézus a pusztában hogy állt ellene? Meg van írva. Meg van írva. Ha azt mondja, hogy nem vagy Isten fia, mit mondasz neki? Meg van írva, és hatalmat kaptam, a Jézus Krisztus nevébe vetett hitem miatt, hogy Isten fiává legyek, János 1.12. Profi jogászként oda kell nyomni neki az igét. Isten fia vagyok, te vagy a hazug. És az az első menet. Jézus talán is három menetes volt a küzdelem. Tehát ö, az örökségünket el kell kérnünk. Az örökségünket birtokba kell vennünk. Az örökségünket érvényesítenünk kell. Nem kikönyörögnünk kell, nem Istent kell rábírnunk arra, hogy könyörüljön, hanem azt, amit ő Jézus Krisztusban nekünk ajándékozott, azt el kell kérnünk érvényesítenünk kell, és birtokba kell vennünk. Én így látom az Isten igényéből. Nézzük meg, mi, mi, mi az örökség. Mi tartozik az örökségbe? Én úgy gondolom, hogy az örökségnek két része van, hogyha lapoztuk a Máté 19.29-hez, ott Jézustól megkérdezik a tanítványok, hogy mi mindent odahagytunk, és téged követtünk, mi lesz a mi jutalmunk. És erre a 29. versben azt mondja Jézus, hogy aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét, az én nevemért, mindaz száz annyit vesz. És örökség szerint nyer örök életet. A legfontosabb és a meghatározó örökségünk az, hogy Isten bennünket örök élettel ajándékozott meg. Ez a romlandó romolatatlanságot fog fölöltözni. Ez a halandó halhatatlanságba fog öltözni. Ez a gyalázatos test dicsőségbe fog öltözni. Meg fogjuk látni az Urat színről színre, és örökké velő leszünk, sőt, vele együtt fogunk uralkodni. Hát ez a legfantasztikusabb örökség, ami létezik. Ez az a reménység, ami miatt végigfutjuk a pályát. Mert Istennel egyek leszünk, totálisan, teljesen, színről színre, a legjobb társaságba keveredünk bele. A mennyei szentek közé. De az a helyzet, hogy ezért az örökségért nem kell semmit tennünk. A hitet kell megtartani, a hitben kell erősnek lenni, meg kell őrizni ezt a hitet, és ez az örökség a miénk. Az Efézusi Levélnek az első fejezetéhez kérlek, hogy lapozzatok. 17. és a 18. verset olvasom. Pál imádkozik, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adjon nektek bölcsességnek és kielentésnek a szellemét az ő megismerésében. Tehát a Szentlélek segítsen megismerni Istent. És utána azt mondja, Világosítsa meg az értelmek szemeit, értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Tehát Pál azért imádkozik, hogy a Szentlélek jelentse ki, hogy mi annak az örökségnek a dicsőséges gazdagsága, amit Isten ránk hagyott. Az örökség, ami már a miénk amit birtokba kell venni, amit érvényesíteni kell, amit el kell kérnünk. És most lapozzunk a zsidó hathoz. Ha van bibliátok, tegyétek velem együtt. Ez a dolog nem megy másképp, ezek szellemi igazságok, és igyekeznünk kell pontosnak lenni. A 12. verstől, zsidó hat 12. Azt mondja, ne legyetek restek. 11-től olvasom. Kívánjuk, hogy közületek kiki ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig. Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit, békességes tűrés vagy kitartás által öröklik az ígéreteket. Tehát öröklik az ígéreteket. Mert Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. Eképpen békességes tűrő, tehát kitartó lévén megnyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek a vége megerősítésül eskü. Amiért az Isten kiválóképpen meg akarta mutatni, Figyeljetek, az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát esküvéssel lépett közbe. Tehát az ígéret örökösei. Ről beszél itt az Isten igéje. Tehát a mi az ígéretek egész tárházát örököltük Istentől. Az ígéreteknek vagyunk az örökösei. A zsidó levél 9. fejezetéhez, hogyha odalapoztok, ott a jogi alapja található az örökség átvételének. Mégpedig a következő, 15. vers, ő az új szövetségnek a közbejárója, meghalt az első szövetség bűnök válságáért, hogy a hivatottak elnyerjék az örökké való örökségnek az ígéretét. Tehát Jézus meghalt azért, hogy mi elnyerjük az örökké való örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála is bekövetkezzen. Tehát értitek? Meg kell halnia az adományozó, örökhagyó rokonnak, hogy örökségről lehessen beszélni. Hogy végrendelet érvénye lépjen, ahhoz meg kellett halni. És azt mondja, hogy ezért halt meg mivel a végrendelet a halottak után jogerős, különben pedig, a él a végrendelkező, nem lenne érvényes. Tehát Jézus halála tette érvényessé ez az egész örökséget, a végrendeletet tette érvényessé. Tehát itt az ígéreteknek az örökeseiként beszél rólunk az Isten igéje, és hogyha még odalapozunk a Galata Levél harmadik fejezetéhez, Ott a 29. versben ezt olvassuk, ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát Galata 3.29, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Minek vagyunk az örökösei az ígéret szerint? Én azt tudom mondani, hogy, hogy ez kell egy odaszánás. Tehát nem fogják neked a zsebedbe dugdosni az örökséget. Sőt, azt tudom mondani, hogy van egy ellenérdekelt fél, ördögnek hívják, vádló, károsztató, aki meg akar akadályozni abban, hogy az örökségedet átvegyed. És nagyon meg tudja lovagolni a mi lustaságunkat, a mi felszínességünket. Amikor nem szálljuk oda magunkat, hogy az örökséget tanulmányozzuk, hogy az örökség birtokba vételében buzgolkodjunk. Pedig szükséges. Nem kell nekünk ezért az örökségért már semmit tennünk, mert ez a miénk, és a képességeink, a teljesítményünktől függetlenül a miénk. De az átvétele az igenis egy feladat. Az Isten a kegyelméből mindennel megajándékozott. De az, hogy átvegyük, azt nekünk kell véghez vinnünk. Nekünk kell érvényesítenünk, nekünk kell elkérnünk ezt az örökséget. Tehát itt a Galata 3.29-ben azt mondja, hogy az Ábrahám áldásának az örökösei vagyunk hitáltal. Krisztusban az Ábrahám áldásának az örökösei vagyunk. Fontos akkor tájékozódni afelől, hogy mi tartozik az Ábrám áldásába? Szerintem nagyon fontos. Én most nem lapoznék oda, de mondom az ige helyeket. Az 1 Mózes 12.2.3-ban és az 1 Mózes 22.17-ben olvashatunk az Ábrám áldásáról. Következőt mondja. Ábrámnak azt mondja, amikor kijött az őseinek az életformájából, az őseinek a házából, azt mondta, megáldalak téged, és áldás leszel, és tetőlet fognak származni népek és nemzeteknek a sokaságai, megsokasítom a magodat, és azt mondja, hogy megáldom azokat, akik áldanak téged, és megátkozom azokat, akik átkoznak téged. Ez az örökségünk. Magyarán Isten örökségül hagyta nekünk az Ábrahámnak az áldását, ami egy oly mértékű áldás, hogy ez az áldás minket nem csak áldottá tesz, hanem áldássá is tesz. Amiről az Ági beszélt. Isten úgy meg akar áldani, nem akar, úgy megáldott bennünket Krisztusban. Az örökségünk egy olyan áldás, ami által mi tudunk áldássá lenni. És ezt az örökséget el kell kérnünk. És szeretném, mindenféleképpen szeretnék beszélni arról, hogy működik ez a gyakorlatban. Vagy legalábbis az én véleményemet elmondani, arról, hogy hogy működik ez az Isten igéje alapján a gyakorlatban. Aztán ki kivizsgálja meg a maga ö, olvasatában ezeket a dolgokat. Az Egymózes 22.17-ben pedig azt mondja még pluszba, hogy ja, ilyeneket mond, hogy felmagasztalom a te ne, megdicsőítem a te nevedet. Magyarán Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy meg fog látszani rajtad azt, hogy én tőlem származol. Meg fog látszódni rajtad, hogy én tőlem vagy, és nem farok leszel, mondja később az 5. mozás 28-ban, hanem fejleszel. Istenek ez az öröksége. Ezt az örökséget hagyta az Ábrahám áldásaként ránk. És egy fantasztikus mondat van, aminek én nagyon örülök, hogy ott van a, 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 a 22-17-ben, azt mondja, és a te magod örökség szerint bírja az ő ellenségeinek a kapuját. Az ellenségnek a kapuja, a várkapuban ültek a főtanács, a városnak a tanácsosai. És amikor azt mondja, hogy a te magod örökség szerint bírja az ellenségnek a kapuját, az azt jelenti, és ezt hagyta nekünk örökségül Jézus Krisztusban, az azt jelenti, hogy győzelmet, hogy diadalt ígért nekünk örökségként a mindenható Isten. Nem vereséget nem kudarcot, hanem győzelmet és diadalt. Örökség szerint, örökség szerint. Ez vonatkozik rá a hülyékre, a fakezőekre, a falábúakra, a fafejűekre. Örökség szerint bírja az ő ellenségeinek a kapuját a te magod. Azért, mert az Isten szeretőknek, és ez is az Isten ígérete, és ha más nem, akkor erre tudsz hivatkozni. Minden összedolgozik a javukra. De hivatkoznod kell. A peres eljárásban neked érvei kell, rendelkezned kell, hogy miért vagy fiú, hogy miért vagy Istennek az örököse. Honnan veszed azt? Honnan veszed magadnak a bátorságot, hogy így, hogy te kinézel, meg így, amilyen állapotban te vagy, te azt mered mondani Istennek, meg azt mered mondani az egész szellemvilágnak, én vagyok az Isten fia, én vagyok az örökös, az Ábrám áldásának. Azért te? Igen, én, mert meg van írva. Nem miattam, hanem az örökbe hagyónak a rendelkezése miatt azt a 700 kutyafáját. És ha nincs meg az elszánás benned, hogy ezt a pert lefolytatod, akkor vissza fognak lögdösni az ajtóból. És Isten olyan nagy áldozatot hozott, olyan nagy örökséget hagyott nekünk, hogy Isten azt akarja, hogy vegyük át ezt az örökséget, és ne engedjük magunkat kilögdösni az örökségből, meg kidumálni az örökségből. Vegyük át ezt az örökséget. Mi mindenféle kompromisszumokat kötünk. Hát ennyire futotta. Ezt akarja az ördög. A vádló ezt akarja elérni. Megvan írva. Hogy a bűneinket maga vitte fel a testében a fára. Hogy mi a bűnöknek meghalva, az igazságnak éljünk, és az ő sebeiben gyógyultatok meg. Ez az örökség. Ez az ígéretnek az öröksége. Ebből számomra teljesen nyilvánvaló, hogy Istennek az az akarata, hogy az ő gyermekei egészségesek legyenek. Ez az Isten akarata. Örökkéjünk, Ábrám áldásában éljünk. Egészséges legyünk, és az életünk hirdesse az ő dicsőséges győzelmét. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek próbatételek, de ezeken a próbatételekben, a Róma 8-ban azt mondja, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeret. Meg lehet magyarázni, hogy miért nem, de én úgy gondolom, hogy ez a vádlónak a tiszte. Én ebben a magyarázkodásban nem fogok bele, és nem veszek részt. Nem fogom megmagyarázni, hogy miért vagy beteg, nem fogom megmagyarázni, hogy miért vagy átkozott, vagy szegény, vagy gondolod magadról. Legfeljebb arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Isten nem ezt akarja, nem ezt készítette, és nem ez az örökségünk. És természetesen. Amikor az ember egy nehéz helyzetben van, Isten lehajol és jön hozzád, és minden segítséget megad, és úgy gondolom, hogy én is ezért beszélek, hogy abban a helyzetben, amiben vagy, abban a helyzetben ismert fel, hogy mi az az út és az a mód, hogy meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat, meg tudjuk változtatni a, a, a beszédünket, meg tudjuk változtatni a döntéseinket és a cselekedeteinket, és rá tudunk állni arra a pályára, amiről Isten azt mondta, hogy így tudod átvenni az örökséget, amit neked készítettem. A hitnek az útja. Ez a hitnek az útja. Rengetegszer hallom keresztényektől, akik azt mondják, hogy hát az apám is, meg a nagyapám is, meg a nagymamám is, ilyen-ilyen a korságokban, meg ilyen csapások között élték az életüket. Hát sajnos az a helyzet, hogy közeledik az, ez az időszak, amikor nálam is valószínűleg be fog következni, én is olyan leszek, mint ők. Szeretném közölni, hogy ezek a beszédek rossz beszédek, hitetlen beszédek, nem egyeznek meg az Istennek az gondolatával, az Istennek a véleményével velünk kapcsolatosan. És amikor jön az ördög, mert ezt az ördög mondja, nem ember mondja, az ő terve, az ő célja, az ő akarata, akkor jó, hogyha tudjuk, és ezért beszélek róla, hogy az 1. Péter 1.18-ban az van megírva, 1. Péter 1.18. Hogy nem aranyon és ezüstön, nem veszendő holmin, hanem a szeplőtelen bárány Jézus Krisztusnak a vére által lettünk kivásárolva az őseinktől örökölt hiába való életből. Ha mi abban gondolkodunk, hogy én nekem az apámnak az ilyen-olyan betegségét, meg az anyámnak az ilyen-olyan nyavajakorságát, meg ők is szegények voltak, ez az én örökségem, akkor a hazugságot követjük. Akkor az örökségnek az átvételétől ez a hazugság el tud zárni bennünket. Te neked, Isten, Jézus Krisztusban egy olyan életet készített, ami nem az őseidnek a hiába való élete, hanem a feltámadott élet, ami az Ábraham áldásában, a Jézus sebeiben meggyógyult egészségben, és egy győzes, győztes életet készített. Ez a győztes élet nem küzdelemmentes, nem a harcmentes, de miután Jézus feltámadott a halálból, ez az élet, ez diadalmaskodni fog. Én nem vagyok hajlandó ebben. Tehát lehet, mondhatja nekem bárki, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Na jó, én nem én hiszek. Én úgy gondolom, hogy ez így igaz. Azért gondolom, hogy ez így igaz, mert ez Jézus teljesítménye miatt van. Jézus halála miatt, és az örökbe hagyónak a döntése miatt ezek érvényes végzések. És akkor rátérnék arra, hogy hogyan tudjuk ezt átvenni. Még az Efézus 1 hogyha még visszalapoznánk, ott a 13. 14. versben a következőt ezt olvassuk. Istenem. Na, én megmondom, én, én élvezem ezeket az igazságokat. Én amikor abban gondolkodom, hogy Isten örököse vagyok, és e fölött gondolkodj ezen, elmélkedj ezen, Ezeken az igazságokon. Ezek lehet nem egyeznek meg a te tapasztalataiddal, de mégis az Isten ezt mondja. Gondolkodj, elmélkedjezen, és az, aki ebben a peres ö, eljárásban melletted van, ez pedig a Szentlélek, aki bennünk lakik, és a Krisztus, aki benned van, diadalra fog vezetni, és el fogja hozni azt, hogy hitre jutunk ezekben az igazságokban, és létrejön egy meggyőződés, és amikor ennek alapján lépünk, akkor ez megvalósul az életünkben. Isten nem természeten, nem a főzeléknek a berántására akar minket megtanítani. Természet fölötti dolgokról beszélek. Hogy hogyan jön le az Istennek az öröksége. Hogyan tudjuk lekérni a mennyből azt, amit Jézus megszerzett a számodra. És a számomra is. Ebben én is tanulóvezető vagyok. És Isten oda akar jönni ahhoz a ponthoz, ahol te most vagy. És azt mondja, gyere, fogd meg a kezem, menjünk tovább, nézzük meg, hogy hogy van ez. És el akar vezetni erre, hogy átéld, és birtokba vegyed mindazt, amit az örökké való, mint örökhagyó ránk hagyott. És hogyha az egyik területen te neked meg kudarc van az életedben, ne esse miatt kétségbe, hogy te most akkor nem vagy már örökös. De örökös vagy, csak az örökséget meg kell tanulni átvenni. Az ígéret akkor is igaz, hogyha az én életemben esetleg nem működik. Hát ha mindenki beteg lenne, akkor is igaz az, hogy Jézus sebeibe meggyógyultunk. Ha egyetlen egy ember nem térme meg, akkor is igaz, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. De ha egy se tenné, akkor is az Istennek az igazsága az igaz. Mert azt mondja az írás, hogy minden ember legyen hazug, de Isten, akkor is igaz. Tehát Efézus 1. 13. 14. Igen. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazság beszédét, az idvösségetek evangéliumát, amiben hittetek, megpecsételtettetek az ígéretnek szent szellemével. Aki, figyeljetek, záloga a mi örökségünknek. Isten tulajdon népének a megváltátására, az ő dicsőségének a magasztalására. Meg vagyunk pecsételve az ígéretnek a szellemével, és a Szentlélek, aki bennünk van, ő zálogként van bennünk. Az örökség zálogaként bennünk van a Szentlélek, és állandóan a Szentlélek az, aki ebben a peres eljárásban ott van, és folyamatosan eszünkbe juttatja az, az Úrnak a beszédeit. Azokat a beszédeket, amikkel ki tudjuk ütni az ellenséget a, amikor vádol bennünket. Na most szeretnék egy ilyen képzeletbeli játékot, de úgy gondolom nem képzeletbeli játék ez, lejátszani nektek, hogy hogy néz ki egy ilyen peres eljárás. Biztos, hogy kinek-kinek másképp, és sokféleképpen, és különböző ügyekben is más-más módon. De azért szeretném, mert mindig a Görbisz Tamás mondja, hogy gyakorlati példákkal jöjjek, hát most igyekszem. De nyilvánvaló, hogy ilyen gyakorlati példáknál mindig lehet találni belekötni valót. Na de nézzük. Tehát az alapállás az ebben az örökségi eljárás érvényesítésében, ugye jobbnál volt egy ilyen, ilyen vita, amikor ott volt az ördög és az Isten között egy ilyen perlés a jobbbal kapcsolatosan. Na most itt vagy te, meg én, mint hívő. Nem vagyunk egyedül ebben a peres eljárásban, mert Krisztus bennünk van. Sőt, a Szentlélek is bennünk van, és a Szentlélek a pecsét, az örökségnek a pecsétje. És a Szentlélek azért jött, hogy elvezessen bennünket minden igazságra, és eszünkbe juttassa az Úrnak a beszédeit, amik arra az adott helyzetre vonatkoznak. Na, szembeáll velünk egy rossz indulatú jogcím nélküli, akinek az a célja, hogy megkérdőjelezze a mi örökösi voltunkat, a jogosságunkat az örökséggel kapcsolatosan, kibillentsen minket ebből az örökösi pozícióból, és meghátrálás készenítsen abban, hogy átvegyük az örökséget. És ez egy tusa. Részben bennünk zajlik, de én úgy gondolom, hogy a szellemvilágban is történik ez a tusa. Őt egyébként Jézus úgy nevezte, hogy hazugság atya és tolvaj. Már a vádlót, az ördögöt. Na az első, amivel ő mondjuk próbálkozik, azt mondja, nem is vagy fiú. Mi a válasz? Azt mondja Görbisz Tamás, de igen. Erre mit mond az ördög? De nem. És akkor de igen, de nem. Mi a válasz? Meg van írva, hogy hatalmat kaptam arra, hogy Isten fiává legyek, az vagyok, mert hiszek Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amikor ezt mondod, akkor az ördög azt mondja, na jó, ezzel nem tudok ellened operálni. Atána azt mondja, hogy nem is vagy örökös. Akkor én javaslom, hogy a Galata négy, 6 hetet mondd be neki az arcába. Azt mondja ott, fiú vagyok, mert kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívembe, aki ezt kiálltja, apa, abba, atya, nem vagyok szolga, hanem fiú, Istennek a fia, és örököse is. Amen? Tehát megvan írva, hogy én örökös vagyok, Galata 4, 6, 7. Akkor előjön ő, teszem azt, azzal, hát e, csöppetsem vagy új teremtés. Te egy ugyanolyan egoista, Ó, ember vagy, nézd meg, miket csinálsz, miket beszélsz, hogy viselkedsz. Akkor én azt javaslom, hogy vedd elő a 2 Korintus 5.17. Még egyszer mondom, 2 Korintus 5.17, ahol megvan írva, hogy aki Krisztusban vannak, új teremtések, mert a régiek elmúltak, és ime Krisztusban minden újjá lett. Mi? Igen. A régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. Krisztusban vagyok, és ezért új teremtés vagyok. Én nekem rengetegszer el kellett ezt a dolgot játszanom. Én saját tapasztalatból. Amikor az emberre rázan a vádló, és azt akarja bebizonyítani, hogy te egy nagy izé vagy, még annál is izébb, akkor neked elő kell venned, és nekem is elő kell vennünk, be kell mennünk az erősségbe, és tudnunk kell, hogy mi az a jogi formula, most így mondom, mi az az ígéret, mi az az Isten igéje, amire hivatkozva azt tudom mondani, hogy megvan írva. Amen. A következő esetleg az lesz, hogy azt mondja, hogy nem érvényes a megváltás. Ez az egész Jézusos dolog nem érvényes. Hát, mire tudunk hivatkozni? Megvan írva. Megvan írva, de mi? Hogy érvényes a megváltás. Megvan írva, hogy Jézus vére az egyszerű és tökéletes áldozata miatt meg vagyunk váltva az őseinktől örökölt hiába való életben. Meg a zsidó levél tele van. Meg a bűneinket felvitte a fára. Megvan írva, Drága szeretett atyám fiai, Jézus vérét told oda a képébe, a várlónak. Mondd meg neki, hogy ez a vér téged megváltott. Ez a vér engem megváltott, és a megváltás nem én miattam, hanem Jézus vére miatt érvénybe lépett. A következő azt mondja, hogy jó, rendben van, de te nem vagy méltó. Nem vagy alkalmas. Nézd meg magadat, hogy nézel te ki. Alállom a figyelmetekbe, Galata 2.20. Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit ebben a testben élek, az a Jézus Krisztusba, az Isten fiába vetett hitből élem. Tehát nyugodtan el lehet húzni, mert én már nem élek, hanem él bennem a Krisztus. És ez a törekvésem. És ez a célom. És ez az identitásom. Amen. Én úgy gondolom, hogy nagyon erőteljesek az Istennek a fegyverei, ez a hitnek a pajzsa és az Isten igének a két kardja, amit használnunk kell az örökségnek az átvételekor. Amikor mondja, hogy nem vagy alkalmas, akkor a 2 Korintus 3-5-6-ot hívnám segítségül azt az igét, például én, de te különböző kihívásokra neked kell megtalálnod, és a Szentlélek benned van, hogy elvezessen az igazságra, én csak példákat mondok arra, hogy, hogy mi minden, de neked ott azzal az igével kell tudnod, megvívnod a hitnek a nemes harcát. Jézus vérével, az Isten igéjével tudunk ebben a peres eljárásban sikeresek és győztesek lenni. Tehát azt mondja ott, hogy az én alkalmatos voltom nem magamtól van. Mondja Pál, mint alkalmas lennék gondolni valamit magamról, hanem az én alkalmas voltom az Istentől van, aki alkalmassá tette engem az Isten az új szövetségnek a szolgálatára. Nem azért vagyunk alkalmasak. Értitek? Mi nekünk mindig az, mindig be kell bújni Jézus mögé. Mindig az Isten igéje mögé kell bújni. Mi természetes szinten emberek nem vagyunk alkalmasak valóban. De az Isten igéje azt mondja, hogy alkalmasak vagyunk. És az ördögnek, a vádlónak, az Isten igéjével szemben nincsen fegyvere. A következő, ez a leggyakoribb fogása, azt mondja, néz a körülményekre, a láthatóra, ez az egész nem igaz. Egyrészt beteg vagy. Másrészt szegény vagy. Harmadrészt, ha te vagy az áldott, akkor miről beszélünk? És azt mondja, nézd magadra, nézd meg a körülményeidet. Én szeretném a figyelmetekbe ajánlani a hitnek a példáját, Ábrahámot, ami atyánkat. Római Levél negyedik fejezetében van leírva a 18-tól a 21. versig. Következőt mondja. Nagyon komoly alapelveket tartalmaz. Ábrahámról mondja, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Ugye azt mondta neki az Isten, hogy sok nép atyává lesz, ezért hitte, mert mondta egy mondata Istennek ezzel kapcsolatosan, megmondatott, hogy így lesz a te magod. És figyeljetek, a hitében erős volt, nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem a sárának az elhalt méhére. Tehát mit csinált Ábrahám, és mit tanácsol nekünk Isten? Nem gondolt a körülményekre. Tudomásul vette, hogy száz éves a sára meg kilencven, és hogy az Ábraámnak sem működött a férfi természet, meg a sárának se. De Ábrahám szándékosan és tudatosan levette a figyelmét a láthatóról, levette a figyelmét a körülményekről, nem gondolt ezekkel a dolgokkal. Nem engedte, hogy azon járjon az esze, hogy fognak engem megműteni. Hol fognak kilógni a csövek belőlem. Hogy leszek még nyomorultabb? Nem engedte, hogy az ördög az ő fantáziáját, a gondolatait, a körülményeken keresztül elvigye a pusztulás, a negatív hit, a félelem irányába. Az ördögnek ez az egyik legsúlyosabb fegyvere, amivel minket az örökség átvételétől meg akar fosztani, hogy bevetíti előre, hogy na te így fogsz meghalni, na te így fogsz tönkre menni. És ilyenkor mi nekünk egy döntés kell hoznunk, azt mondta Ábrámról itt a Róma 4, hogy nem gondolt az ő elhalt testére, sem az sárának az elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, tehát megemlékezett. Ha az Isten ezt ígérte, akkor függetlenül a körülményektől azt fog beteljesedni, amit az Isten ígért. Ez a hit. A hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem tudunk mást hirdetni. Arról vagyunk meggyőződve, amit Isten megígért. Hogyha ő azt mondta, hogy örökösök vagyunk, akkor örökösök vagyunk? A körülményektől függetlenül örökösök vagyunk? Biztos? És a körülmények azt mondják, hogy de te nem úgy nézel ki, akkor is örökös vagy? Akkor is örökösök vagyunk. Mert az Isten igéje ezt mondja. Nem a körülmények diktálnak, hanem az Isten. A látható az a láthatatlanból áll elő. Az Isten beszéde által. Nem fordítva van. És ezt nekünk a földi, emberi természetünkkel egy állandó átcsavarását igényli az egész gondolkodásunknak. Mert a körülmények nem azt diktálják, hogy te Isten fia vagy, hogy örökös vagy, hogy szent vagy, menyei lény vagy. Nem ezt mondják. Azt mondják, hogy egy nagy büdös senki vagy aki ott csúszol a küszöb alatt. Te neked meg állj fel, és mondd meg, hogy ki vagy Krisztusban. És én nekem is ezt kell tennem, és naponta kell tennem. Na nézzük Ábrahámot. Igen. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. Tehát oda kötözte magát, mint Odysseus a, a szirének dala elől, oda kötözte magát az árbóchoz, és nem engedte, hogy elsodortassék. És akkor tudod, mit csinált az Ábrám? Tehát nem csak nemeket csinált, dicsőséget adott Istennek. Dicsérte Istent az ígéreteért. És itt eljutunk egy olyan ö, ponthoz, hogy ö, ugye nem gondolt, kitartott az Isten ígérete mellett, teljesen elhitte, és megerősítette magát az ígéretben, és elkezdte Isten dicsérni az ígéretéért. Ennek Dávid volt a nagy mestere. Ő azt mondja a Zsoltárában, hogy dicsérem Istent az ő ígéretéért, dicsérem Istent, és nem félek. Ember mit árthatna nekem? Tehát akkor, amikor üldözte őt a Saul, akkor dicsérte Istent azért, hogy király lesz. Akkor, amikor beteg vagy, akkor dicsérd Istent azért, hogy az ő sebeiben meggyógyultál. Akkor, amikor nyomorúságban vagy, amikor még nincs lakásod, otthonod, nincs megfelelő körülményeid, akkor dicsérd Istent azért az örökségért, amit ő neked ajándékozott Jézus Krisztusban. Ez lehet, hogy hülyeség az érzéki embernek, de a szellemi embernek ez az igazság. Mert ezt mondja az Isten igény. Dávid is beleszól ugye a kérdésbe a maga rendkívüli módján, és jól teszi. Zsidó 11. Zsidó 11. Egy-kettő, a hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát nem a, nem, nem a látható, hanem a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. És a zsidó hat, talán az zsidó hat, 12-15. Következőt olvassuk. Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert Isten, amikor ígéretet tett ábraámnak, nem esküdhetett nagyobbra önmagára esküdött. Bizony, megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. Eképpen békeséges tűrés tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Tehát a zsidó tízben még egy dolgot tesz hozzá, hogy hit, tehát az, hogy ragaszkodom az Isten ígéretéhez, a békességes tűrés az azt jelenti az eredeti szó, hogy alatta marad a tehernek. Nem ugrasz ki alolla, hanem alatta marad a tehernek. Hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve örököljük az ígéretet. Ezt ígéri, ezt mondja az Istennek a beszéde. Következő, amivel az ördög szerintem próbálkozhat, hogy jó, oké, az üdvösség az rendben van, ugye azzal nem tudunk mit kezdeni, ha már ilyen kitartó vagy, de a többi már nem érvényes. Tehát az Ábrahám áldása, meg a Jézus sebeiben való gyógyulás, meg az összes többi ígéret, az nem érvényes, ma már nincsenek ilyenek. Ma már nincsenek csodák. Tudjátok, hány keresztény felekezet áll ezen az állásponton? Vagy azt mondják, hogy hát Isten nem mindig mindenkivel ugyanaz. Kikérem magamnak. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő, amit megígért, annak gondja van a beszédére, hogy beteljesítse. Ha valami nem működik ezekből a dolgokból, kikérem az Isten ki kérem magamnak, Na, az Istennek nem kérem, magamnak kérem ki. Nem igaz, hogy az Isten oldalán van a hiba. Valamit akkor mi nem értünk. Valamit akkor mi nem tudunk. És azért szól az Isten igéje, hogy értsük, és tudjuk. Aztán jön ez ilyennel is, tudom, tapasztalatból, hogy Isten nem érdeklik a te csipcsup ügyeit. Ő az univerzumnak a dolgaival van elfoglalva, az emberiséget akarja üdvözíteni. Még a népek és a nemzetek is csak egy porszem, egy cseppa előtte. Mit érdekli téged az, hogy te neked hogy megy a vállalkozásod, vagy sikeres vagy abban, amit csinálsz, amit, amit az ő nevében és az ő dicsőségére akarsz csinálni, vagy mi van a gyerekeidnek a bal hüvelykujjával, ezek piti dolgok, Isten nem foglalkozik ezekkel a részletekkel. A nagyot rábízta, a nagyba benne van, de a kicsi nem. Mit válaszolsz erre? Ez az! Ez az, hogy egy, azt mondja az Istennek az igénye a Máté 10.30-ban, hogy egyetlen egy hajszál nem esik le a földre a fejünkről Istennek a tudta nélkül. Istennek igenis fontos. Istennek nem fontos mondjuk a, az, hogy a építőiparban mi történik. Vagy nem fontos neki az, hogy a politikában mi történik. Szerintem olyan nagyon nem fontos neki. De figyelj ide, ha te benne vagy, akkor te miattad fontos lesz neki. Ha te benne vagy, akkor ő téged győzelemre vezet. Diadalra vezet, mert meg van írva, hogy minden helyzetben megjelenti a Krisztusnak a jó illatát általunk. Mindenütt. És különösen akkor, sőt elsősorban akkor, és itt jön be az, hogy Jézusnak a nevében megyünk be a különböző dolgokba. Nem a magunk akaratát viszük egyszerűen be a, a helyzetekbe, a, az ügyeinkbe hanem az Istennek a dicsőségére, az Istennek az akaratát visszük, és azt szeretnénk, hogy az ott levő emberek, akár a munkahelyeden, akár a, 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 abban, amit csinálsz, megismerjék az Istennek a kegyelmét. Megláttassék az Úr keze munkája, te rajtad. Piacon vagy bárhol. Isten érdekelt, te miattad, azokban a dolgokban, amiben te részt veszel. Még három dolgot szeretnék röviden mondani nektek. Jakab Apostol azt mondja a levelének a második fejezetében, hogy a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. És a cselekedetek által lesz teljessé a hit. Nem a cselekedetek tesznek bennünket igazá. Az, hogy elkezdjük majmolni valakinek a cselekedetét, vagy utánozni, az nem teszi a hitünket hatékonyá. De amikor a hitünk cselekedettel párosul, akkor válik teljessé. Tehát, hogyha valakitől láttad, hogy ő fogta és elhagyta a gyógyszert, és te ezért elhagyod a gyógyszernek a szedését, és utána nagy bajba kerülsz, ez nem hitből fakad, hanem egy utánzás. De a te neked egy személyes meggyőződésed jön létre, miután tanulmányoztad az Istennek az igéjét, elmélkedted rajta, és a Szentlélek az Istennek az igéjét meggyőződési, ellenkosszá formája, a hitnek a meggyőződésébé formája te benned, és ennek a hitnek az alapján te lépsz, akkor megvalósul, mert Akab azt mondja, Boldog lesz az ő cselekedetében. Aki pedig nem cselekszi, az megcsalja önmagát. Mondok erre ö, ö, példát. Például Jézus azt mondta Péternek, hogy lép ki a csónakból, mert Péter járni akarta a vizen. Hogy gyere! Nagyon fontos volt, hogy szóljon az Úr. Ha nem szólt volna, elsüllyedt volna. De szólt neki. De a Péternek mit kellett tennie, miután az Isten szólt hozzá? Ki kellett lépnie a biztonságot adó csónakból? Egy olyan területre, a vízre, ami természetes szinten járhatatlan. És járhatóvá akkor vált a víz, amikor a Péter kilépett. Vagy amikor azt mondta a szárat kezünek, hogy nyújts ki a kezedet. A kezű mondhatta volna azt neki, hogy hát én kezű vagyok. De a kezű így nézett az úrra, és azt mondta, hogy ja, kiújtotta, és olyan lett a keze, ép, egészséges. Vagy a gutaütött, aki ott feküdt az ágyban, és azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd velad egy oszajádat, és erígy haza, az visszaszólhatott volna neki, hogy uram, nem látod, hogy gutaütött vagyok? Nem azt csinálta, ja, te mondod. Fölvette és ment. Hogy a tanítványok, amikor azt mondta neki Jézus, hogy vessétek a hálót a hajónak a jobb oldalára. Péter mit válaszolt? Uram, egész éjszaka halásztunk és nem fogtunk semmit. Nem halász szezon van. Ilyenkor nincsenek halak. Azt mondta, de mert te mondod. Mert te mondod, és ez a te mondodhoz neked kell bemenni az örökségért, és hogy bemész az örökségért, és ott vagy az Úrnak a jelenlétében, az ígéretére figyelsz, és nem az elhalt testedre, meg az elhalt méhedre, meg az elhalt nem tudom mire, hanem az ígéretére figyelsz, szólni fog a Szentlélek. Mert ő azért van ott, hogy vezessen, hogy kielentse. Eszedbe juttatja az Istennek a beszédét, és annaknak a beszédnek az alapján bedobod azt a hálót, és mi történt? Nem tudták kihúzni a halak sokasága, miatt kellett szólni a többieknek, hogy gyertek, segítsetek. Így volt? Így van megírva. Konkrétabbat is mondok, a saját életemből. Kérlek szépen, lakás problémával küzdöttünk nem kicsit, de nagyon feleségem már az eget nézi, hogy megint én ezt mondom. Nem baj, javatokra van. Az a helyzet történt, hogy laktunk 67 négyzetméteren négyen, másfél szobában. Azért mondom el, biztos hallottátok már, nekem ez egy nagy bizonyság, mai napig is. És megtaláltam az igében azt, hogy olyan házakat lakunk, mondja Mózesen keresztül az Úr, amiket nem én építettem, és minden jóval betöltött házakat. Ráébredtem, hogy ez az örökségem. És elkezdtem ezen az igén imádkozni. Elkezdtem ebben gondolkodni. És amikor jött az én drága édesanyám, aki történetesen teljesen materialista volt, ebben is egy csúcsfokozaton tanította is ezt a dolgot, mindegy, és kérdezte, mi van a lakásügyjel? Akkor mondtam, olyan házakat lakok, amiket nem én építettem, és minden jóval betöltött házakat. És kérdezem, akkor mi van, mondd meg már, mit mondtak. Békességben lesz a hajlékom, és amikor körülnézek a sátramba, nem találok benne semmi hiányt. Az anyámnak égek állt a haja, és közölte velem, hogy egy hülye vagyok. De én ragaszkodtam ehhez. Kimondtam azt, amiben hiszek. Nem azt mondtam ki, mi Négy gyerekünk volt, Négy gyerekünk volt, jelzi a feleségem, akkor 67 nézetméter, négy gyerek, másfél szoba, igen. A borja előszobában aludt a kinyitható fotelágyba. Így kellett átlépni. És akkor nekem azt mondta az úr, hogy menjek a hivatalok nyakára. Mentem is, kitartóan. És mászkáltam, mint zsidóban a fájdalom, ugye szokták mondani, egyiktől a másikig, és mindig dobáltak innen oda. De én nem hagytam magam, mentem minden oda-onnan ide. Persze semmit nem használt. És közben imádkoztunk, böjtöltünk, kerestük az urat, hogy hogy, meg mind. de teljesen semmi esély nem volt. És egyszer csak, benyúlunk a postaládába, és ott van egy boríték, nincs rajta sebélyek, se semmi, csak a címünk, és a borítékban az önkormányzat, akkor még tanács, lakásosztálya kiadta, írt nekünk egy levelet, hogy legyen szíves befáradni, mert lenne nekünk egy lakás. Egészségedre. Befáradtam, és kiderült, hogy egy 192 négyzetméteres négy, négyes társbérlet szűnik meg, és ezt úgy szeretnék odaadni nekünk. És nem én mentem a tanácshoz, ő kijött egy hivatalnok, és bedobta a Posta ezt az értesítést, hogy ugyan már fáradjunk be. Ezek után én lementem a... ja a, már nem ott lakunk. Lementem oda, ahol ez a lakás van, az Úr Jézus nevében lefoglaltam a lakást. Az Úr Jézus nevében megparancsoltam minden gonosznak, hogy tűnjön az utamból. Még egy nagyon fontos dolog, ezt még el fogom nektek mondani. És. Mint az örökségemet lefoglaltam. De akkor mi még nem laktunk ott, akkor kitalálták, hogy, hogy nem kapjuk meg a lakást, mert egy, ön, mert egy országgyűlési képviselőnek van föntartva, mert ez volt a házi úrnak a lakás. Ez egy ötszobás, 192 négyzetméteres, parlamentre néző, Dunaparti elképesztő lakás volt, borzalmas romos állapotban. A lényeg a lényeg hogy ragaszkodtam, és ragaszkodtunk az Isten ígéretéhez. És, és az úr több dolgot is szólt ezzel kapcsolatosan, és be is költöztünk. Ráadásul úgy felújítottuk, mert Isten kirendelt az anyagiakat hozzá, hogy még adóságba se keveredtünk. És azt tudom mondani, hogy ezek az igék így működnek, de Miért mondom ezt a cselekedet kapcsán? Ha egy ígérettel, ígéretnek az örököse vagy, akkor ezt az ígéretet vald meg, hogy ez a tiéd. Vedd birtokba a száddal és a nyelveddel. És utána ügyelj arra, hogy ne mondd az ellenkezőjét, kérlek. Ha meggyógyultál, akkor már nem vagy beteg. Ha áldott vagy, akkor nem vagy átkozott. Mert az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Ez az Andrew Humeknek a könyvét nagyon ajánlom a figyelmetekbe, lehet most kapni. Szerintem egy nagyon jó könyv. Isten azt akarja, hogy egészséges legyél ez a címe. Nagyon hasznos, nagyon jó könyv, ami abban segít eligazodni, hogy az Isten országának a törvényszerűségei alapján hogyan is vannak ezek a dolgok. Provokatív könyv. Tehát beköltöztünk oda. Az anyukám jött a lakásba, majd eltévedt, a gyerekeim fogocskáztak a lakásban. A középső fiam az leült a konyhába, ami 30 négyzetméter körül, a 28 lehetett. Csak a konyha. És leült, és azt mondta, hogy mama, ez a konha. És amikor az anyukám meglátta ezt a lakást, akkor csönd lett. És én meg dicsértem az urat. És dicsérem ma is ezért. Jézus azt mondja, hogy ha a hitünk van, mint a mustármag, akkor szóljunk a hegynek, és ha szívünkben nem kételkedünk, akkor az ő nevében, mikor szólunk, akkor az a hegy odébb megy. Tehát amikor bemész hogy érvényesítsd az örökségedet, akkor részben meg kell vívnunk azt a csatát, ami a hitünkért van. És a hitünkben erősnek kell lennünk, és nem kell gondolnunk az elhalt méhre, meg az elhalt testre, vagy a körülményekre, hanem teljesen higgyük el, amit Isten nekünk ígért, és adjunk dicsőséget neki. És utána szóljunk annak a hegynek az Úr Jézus nevében hogy takarodjon el az útból. Szóljunk az akadályoztatásnak, a hátráltatásnak, a késleltetésnek, a meghiúsításnak, az elrontásnak, a depressziónak, a félelemnek, a hitetlenségnek, a kétségbeesésnek, a reménytelenségnek, a csüggedésnek, a csalódásnak, a vereség és kudarcérzésnek. A Jézus nevében én most szólok ezeknek, hogy takarodjatok el tőlünk. Nem a félelemnek a szellemét kaptuk. Hogy elvesszünk, hanem a hitnek a szellemét, nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Szója a hegynek! A megvallás után pedig lépj. Még egy igét szeretnék mondani nektek, most nem lapoznék oda. Kettő királyok 13, írjátok fel azért a 17-től 19. versig. Jóás királynak a története van ott leírva. Elizeus már az Isten embere elég öreg volt és haldoklott. Te is jössz? És azt mondta Elizeusnak a Joás, hogy Jaj, atyám, Izrael seregei és lovagjai! Mert azt mondta, ez az Elizeus meghal, akinek van hite, akkor nem marad senki, aki higgyen. Már Izraelben. És az Elizeus rátette a kezét a Joásnak a kezére, és azt mondta, lőj ki az ablakon. Joás meg kilőtt. És azt mondta neki Elizeus, ez az úrnak a győzedelmes nyila a szíriaiak ellen. És utána azt mondta a Joásnak, hogy lőjél a földbe. És a Joás belelőtt a földbe háromszor. És az Elízeus pedig rendkívül mérges lett. És azt mondta neki, ötször vagy hatszor kellett volna lődöd. És akkor megsemmisítetted volna őket a megsemmisülésig. De itt csak háromszor lőtél, ezért három győzelem után ők fognak győzni. És én úgy gondolom, hogy ez azt üzeni, hogy ebben a küzdelemben igen-igen fontos, hogy kitartóak legyünk. Tehát, hogyha lakásról van szó, akkor kezdjél el lépéseket tenni annak érdekében. Ha munkahelyet keresel, az nem fog úgy jönni, és hiszel abban, hogy Isten téged megáldott munkával, akkor menj, és az Úr Jézus nevében kezdjed el keresni, kezdjél lépni ennek érdekében. Ha betegség gyötör, és imádkozunk érted, akkor kezdjed el azt csinálni, ami idáig természetes szinten nem tűnt lehetségesnek. Mert az Úr a hitnek a cselekedetével működik együtt, és a hit által lesz, a cselekedetek által lesz, hitből cselekszel, és a cselekedet által lesz teljessé a hit. És az Úr Jézus nevében szólj! Szóljanak a hegynek, hogy menjen az utadba. És szóljanak a beteg testrésznek, hogy legyen egészséges. Szólj az Úr Jézus nevében. Persze felmerülnek itt ilyen kérdések, de én most nem mennék nagyon bele, hogy ebben józan legyél. De próbáld meg, csináljad. Tehát ne verd magad adósságba azzal, hogy hát Isten nekem egy lakást ígér, ne verd magad adósságba. Ne hagyd el az inzulin gyógyszer szedését, mert Jézus sebeibe megvan írva, vagy meggyógyultál. De ha hit jön létre benned, akkor magadon úgy mondom, hát nem kísérleteszed, de próbálhatod a hitedet, és észre fogod venni, hogy működik vagy sem. Józanul, de bátran. Rengeteg embert láttam, amikor imádkoztunk, hogy betegségéből úgy gyógyult meg, hogy mikor azt mondtam neki az ima után, na most, ami idáig fáj, annak nem szabad fájnia, csináld! És abban a pillanatban, amikor elkezdte csinálni, megszűnt a valóban, megszűnt az a probléma, megszűnt az a betegség. Nem egyet, kettőt, nem ötöt, tizet. Százával, ezrével láttuk az embereket, akik a, hitnek a hitüket, amikor cselekedetté tették, megvallották, és megcselekedték, akkor valósággá válik. Ez így igaz. Végezetül János 14-ből szeretnénk imádkozni most. Szeretnék a Jézus nevével kapcsolatosan egy igét felolvasni. Bírjátok még, nagyon nehezen mi, de most azt szeretném kérni, hogy erre az igére még szedjétek össze a figyelmeteket, mert egy nagyon fontos kijelentés van ebben az igében. János 14, ezt mondja Jézus. Mikor azt mondja neki a filip, hogy mutasd meg nekünk, nekem, nekünk az atyát. Azt mondja Jézus, nem hiszed el, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van? Én az atyában és az atya énben nem van. A beszédeket, amiket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, legalább a cselekedetek miatt, higgyétek, higgyetek. Tehát Jézus, amikor gyógyított, amikor csodákat tett, amikor szólt, akkor kicselekedett általa és rajta keresztül. Az atya, a benne lévő atya, akivel Jézus egy volt, a benne lévő atya szólt és cselekedett Jézus által. Amen. Következőt mondja. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a, a cselekedeteket, amiket én cselekszem, sőt, nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És figyeljetek, akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Amikor most imádkozni fogunk, egyrészt szeretném, hogy imádkozunk egy közös megvallást, és kérjük el, kérjük el a már meglévő örökségünket. És utána szeretném, hogyha Jézus nevében, és amikor szeretnénk imádkozni a szükségben levőkért, betegekért, azokért is, akik nincsenek itt, akkor te Jézus nevében gyere előre. Ne a magad nevében, hanem úgy gyere elő, mint Isten fia Krisztusban és Jézus nevében. Mi pedig Jézus nevében azzal a hittel fogjuk rátenni a kezünket, hogy a bennünk levő Krisztus fog téged meggyógyítani, fog téged megszabadítani, fog téged megáldani. Ugye ezt mondja, ezt mondja itt Jézus, hogy amikor az ő nevében kérünk, akkor ki cselekszik. Ő, ő, azt mondja, én megcselekszem azt. Fogjuk szaván az Urat. Vegyük komolyan azt, amit ő mondott. És meg lesz. Amen. Még egy, egy mondat, kettő, három négy, na, mindegy imádkozva, megvalva, elmélkedjünk az Úr jelenlétében, az igén, az igéreten, az örökségen. Ahogy ezt tesszük, a hit szemével elkezdjük látni a reménylet dolgot. És ez a reménység átalakul az Isten jelenlétében hitté, kijelentési elenkosszá. És amikor ez megtörtént, ez az átalakulás, vagy már előtte is, dicsérjük Istent ezért. És a hitünk alapján kezdjünk el cselekedni olyat is, ami természetes szinten nem tűnik reálisnak. A vizeljárás, a hálónak a kivetése, és parancsoljunk az Úr Jézus nevében, mint fiak, mint Krisztusban örökösök, parancsoljunk az ördögnek, a hegynek, a betegségnek, a démonoknak, az átkoknak, hivatkozva az ígéretre és szóljunk életet, és szóljunk egészséget és áldást az Úr Jézus nevében. Erre lettünk rendelve. Ez a küldetésünk. És én úgy hiszem, hogy a Szent Élek ebben akar minket hitről hitre, erőről erőre, és dicsőségről dicsőségre vezetni. Még egy utolsó mondatom, kérlek, hogy ne törődj bele, ne menj bele kompromisszumba, vedd át az örökséget, én is ezen vagyok. Amen.